És most lássuk ebben a videóban, megosztom veled, hogy hogyan lehet hüvelykupot készíteni otthon házilag. Azért is adtam azt a címet, hogy hüvelykupot készítettem, a maradékot megettem, mert hogy egy ennyire tiszta hatóanyagról lesz szó, egy ilyen tiszta hatóanyagot fogunk használni hüvelyen belül. Hogyha szeretnéd ezt otthon elkészíteni, nagyon egyszerű módja van, már is be fogom neked mutatni, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni otthon. De előtte egy picit beszélnék a mikrobiomról. A mikrobiomunk, ugye a vastagbélben élő, az a 2 kiló baktérium, amik nagyon gyorsan cserélődnek a táplálkozásunknak megfelelően, illetve a táplálkozásunk befolyásolásával is, illetve az életmódunk, a stressz is és különböző egyéb hatások miatt is. És ez az a nyálkahártya réteg, vagy ez az a baktérium, mikrobiom réteg, amelyik rendkívül befolyásoló erővel bír a méh és a hüvely és egyéb nyálkahártyánknak az egészségére, tisztítására, vagy éppen tisztaságára. A mai kortárs orvostudomány, akik kutatják a női mikrobiomot, illetve a női hüvelyi mikrobiomot, ők manapság már azt kommunikálják, hogy lehetőleg ne használjunk hüvelyen belül szintetikus készítményeket, hanem ha szeretnénk is, akkor csak kuraszerűen természetes hatóanyagokat, és inkább a bélnyálkahártyájának az erősítésével foglalkozzunk, akár a táplálkozáson keresztül, mint egy hagyva, magára hagyva a testnek a méregtelenítő, tisztító szerepének a működését, hogy minél jobban ki tudja fejteni a hatását. Mit is jelent ez? Hogyha tegyük fel, van valakinek egy miomája, endometriózisa, vagy bármilyen ciszta, tehát ezek mind-mind-mind ugye egy női nyálkahártya elváltozások. A női nyálkahártya elváltozások minden esetben kapcsolhatóak egy bél mikrobiom elváltozáshoz is. Tehát, hogy ezek már csak a következmények lesznek az életünkben. Hogyha megfelelően táplálkozunk, akkor tudjuk jól védeni ezt a 2 kiló baktériumot, és táplálni, hogy minél jobban végezze a dolgát oda bent, és így szolgálja hosszú távon az egészségünket. Erről majd több videót fogsz találni. De miért is vezettem ezt így fel? Mert hogy amit most meg fogok neked mutatni, ezzel tulajdonképpen meg fogsz tudni csinálni otthon önmagad könnyedén, tényleg rövid idő alatt egy természetes hatóanyagú hüvelykupot, amit kúraszerűen szabad csak használni, tehát nem folyamatosan használjuk, természetesen a ciklus menstruáció alatt sem használunk semmilyen hüvelybe helyezhető dolgot, ez nagyon fontos. És ha elkészíted, akkor körülbelül mondjuk egy 7 napos kúrát csinálsz, azaz 7 napon keresztül, 2 ciklus között, minden este fölhelyezel egy darab kupot jó mélyen, lefekvés előtt közvetlenül, ugye? Mert ezek olyan anyagokból készülnek, amelyek a hőre már oldódni fognak, és mikor lefekszel, akkor már vízszintesen vagy, és akkor már nem fog igazából kifolyni a hatóanyag, hanem a fekvés alvás alatt az szépen a nyálkahártyán keresztül fel fog neked szívódni, ezzel védve a nyálkahártyád egészségét, és helyileg tisztítani is tudjuk ezzel a nyálkahártyát. Tehát, hogy ezeket vannak, akik használják úgy, hogy műtétek utáni regenerációval, természetesen csak úgy, amikor már az orvos engedi, hogy már nincsen kontraindikáció ezeknek a használatában. Aztán lehet használni, van, aki arra használja, hogy ilyen gombás, vagy valamilyen fertőzéses elváltozásra is lehet használni, illetve van, aki a változókornál a hüvelyszárassági problémákra is használja ezt a kupot, rendkívül jó eredményekkel. Ugye ott, ha ilyenkor használja az ember, akkor ez inkább esetileg használjuk, nem kúraszerűen. Akkor lássuk a kupnak a készítését, először is a hatóanyagot. Ezt a hatóanyagot fogjuk használni, ez a Ganoderma gyógygombának a micéliuma, ami annyit jelent, hogy ez nem a kifejlett gyógygomba, nem az a gyógygomba, amit nagyon sok helyen megvásárolhatsz, könnyedén hozzáférhető, ezt tudtommal ez a cég gyártja, akinek majd a hozzáférését, leírását megtalálod a videó alatt,
és akkor hozzá tudsz jutni ehhez a gombához, amit kizárólagosan szeretek javasolni, hogy használjuk hüvelyen belül. Természetesen orálisan, szájon keresztül már nagyon sok gyógygomba elérhető, de a hüvelyi kipróbálás, a hüvelyi tapasztalatok, azok még nem olyan szélesek, hogy ezeket bátran tudjuk használni, de ezt a gyógygombának a hüvelyi használatában már több évtizedes tapasztalatok vannak, nem Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban. Természetesen szájon át is lehet használni, oldott állapotban, illetve kapszulában, és ugyanúgy hüvelyen keresztül a por formáját bele fogjuk készíteni ebbe a kakaóvajas masszába. Én vásároltam egy ilyen kakaóvajat, ez egy 100 g-os csomag, ennek a felét használtam el, tehát félbevágtam, és a felét használtam el, több mint 15 darab kúp jött ki belőle, úgyhogy azt gondolom, hogy így elsőre bőven elég, hogyha a felét felhasználod, és esetleg a másik felét később fogod majd felhasználni. A fele az tehát egy 50 g-os kakaóvaj darabka. Amire még szükséged lesz, az maga a gyógygomba, mint hatóanyag. Csak ezt a gyógygombát tudom javasolni, másokkal nincsen tapasztalatom. Ennek a beszerzését meg fogod látni a videóm alatt. Ennek a gyógygombának a hatóanyaga nagyon-nagyon széles spektrumon van. Tehát a poliszaharidok, a triterpének, az adenozin, a szerves germánium, most nem akarok így latinul beszélni, de nyugodtan keres rá ezekre a hatóanyagokra az interneten, és látni fogod, hogy milyen csodálatos hatásaik vannak ezeknek az anyagoknak. Csak hogy egy picit kiemeljem az ide vonatkozó részt, hogy ugye a nyálkahártya védelem az egy nagyon fontos szempont, ebben az egész dologban, amit most csinálunk, illetve a nőknél, és a nyálkahártya védelmet ez a gyógygomba nagyon szépen segíti. Ez tehát nem a kifejlett gyógygomba, hanem ez az a gyógygomba, amit úgy hívunk, hogy micélium, azaz gombafonal. Amikor még csak ilyen icipicike a gyógygomba, akkor vágják le, és akkor porítják. És ebben egészen más hatóanyagokat fogsz találni, mint például a már kifejlett gyógygombákban. Ezért nem mindegy, hogy hogyan használod a gyógygombákat, milyen napszakban, milyen dologra, de ebben is a későbbiekben szívesen segítek neked. Tehát van egy ilyen fantasztikus anyagunk, amit hüvelyen keresztül használhatunk, nagyon nem kell tőle félni senkinek, ugyanis akár még pici babáknak is adhatjuk ezt a hatóanyagot, természetesen ez csak konzultáció után egyeztetve, próbáljátok ki, mert hogy, sőt, még kismamák is szedhetik, de csak ezt a gyógygombát, jó? Ez nagyon fontos, mert ennek van inkább védő, támogató hatása. A többi gyógygombának annak van egy komoly méregtelenítő hatása is, amit nyilván a terhességre való felkészülésben, vagy akár maga a termék terhesség alatt nem szabad használni ezeket az egyéb gyógygombákat. Jó? Tehát, hogy ezért hangsúlyozom ki, hogy erre nagyon óvatos legyél. Szükséged lesz egy ilyen kis fazékra, amiben majd vízt fogsz forralni. Felforralod a vízt, nem kell telerakni, elég, ha csak így félig rakod, és amikor a víz már meleg, akkor egy másik üvegedényben a kakaóvajadnak, ugye ezt a 50 g-ot, ennek a felét belerakod ebbe a kis üvegtégelybe, és úgy fogjuk felolvasztani ezt a nagyon kemény kakaóvajat, hogy ezt a tégelyt, amiben a kakaóvaj van, a meleg vízbe bele fogod süllyeszteni. Amikor benne hagyod, a meleg víz az el fogja feloldani, felolvasztani a kakaóvajat, és egy mokkáskanálnyi ilyen gyógygombát ebből a por formájából bele fogsz rakni ebbe. Ez a mokkáskanálnyi nyugodtan lehet egy ilyen puposabb, vagy egy ilyen, tehát ne egy csapott mokkáskanál, nyugodtan tehetsz bele több hatóanyagot, de mokkáskanálnyi legyen csak. Amikor beleraktad a gyógygombát ebbe a merülő vízbe, a kakaóvajjal együtt, tehát a kakaóvaj és a gyógygomba az ebbe a üvegtálba jön, és
kikevered valami kis spatulával, kevergeted, hogy jól elegyedjen a kakaóvajad a gyógygombának a por formájával. Amikor látod, hogy már olyan nagyon szépen összeállt, és olyan kis homogén massza lett belőle, nincsenek benne már csomócskák, akkor én nekem van ilyen kubformám, és akkor ebbe a kubformába, ugye látod, itt vannak a lyukacskák, ezekbe a lyukacskákba beletöltöttem. Körülbelül 15-18 darab hüvelykupot tud elkészülni akkor, hogyha használod ezt a fajta méretet. Ha ehhez nem tudsz hozzájutni, akkor nyugodtan készíthetsz ilyen kis tölcséreket, amit kibélelsz valami olyan anyaggal, alufóliával például, amiben meg tudod tartani azt, hogy ne folyjon szét az anyag, és akkor könnyen is tudod tárolni. Amikor beleöntöd ezekbe a kupformákba, vagy ebbe ugye sokkal kényelmesebb lenne ebbe beletölteni, akkor még folyékony lesz ez a hüvelykup, és a folyékony hüvelykupot, amikor belerakosgattad, én azt csináltam, hogy egy nejlomba, vagy valamibe becsomagoltam, ugye, hogyha a hűtőbe ezt berakjuk, akkor ne vegye át a hűtőben lévő illatanyagokat, tehát, hogy zárd le valamilyen formában. És így álló helyzetben tedd be a hűtőbe. Nem a mély hűtőbe kell berakni, csak a sima hűtő. Én a hűtőnek az oldalába tettem be, hogy bármikor könnyen hozzáférhessek, és egy nylon zacskóba belerakva, és azon a hőfokon viszont nagyon szépen meg fog dermedni, akkor is így meg fog keményedni, mint maga a kakaóvaj korábban, mielőtt felhasználtad. Amikor szeretnéd éppen használni ezeket a hüvelykupokat, akkor egy-egy darabot érdemes levágni erről, kiveszed, és közvetlenül a lefekvés előtt helyez be jó mélyen a hüvelybe. Úgyhogy láthatod, hogy ez egy nagyon egyszerű és könnyen elkészíthető, fantasztikusan jó nyálkahártyavédő hatóanyag, és inkább a természetes utakat választ, mint hogy a kémiai, szintetikus anyagokkal dolgozzunk, akár ilyen hüvelyöblítésre, vagy a hüvelynyálkahártya segítésére. Hogyha jó a mikrobiomod, hogyha jól táplálkozol, hogyha vigyázol a mikrobiomodnak a diverzitására, erre is tudunk beszélgetni, hogyha jössz hozzám, akár a mikrobiom elemzést is el tudjuk végezni, hogy lássuk, hogy konkrétan milyen baktériumok élnek a beledben, illetve vannak-e ott olyan baktériumok, ugye, amelyeknek mondjuk nem ott van a helye. Ha nem ott van a helye, akkor azokat érdemes megcélozni, mert azzal egy nagyon komoly egészségnövelést tudsz majd csinálni, hogyha ezek a nem odavaló baktériumok már nincsenek ott. Tehát nagyon köszönöm a figyelmedet, várlak szeretettel az állapotfelmérésemen, hogyha szeretnél eljönni, és minél többet szeretnél tudni a testedről, ahol mind az étrendeddel fogunk foglalkozni, mind a tested tisztításával, mind a mikrobiomodnak a támogatásával, annak érdekében, hogy a nyálkahártyád, ne csak a méhnyálkahártyád, hanem az összes többi, a hüvely, a garat és az egyéb nyálkahártyák is könnyebben tudjanak tisztulni, védve ezzel az egészségedet hosszú távon, és ezzel egy nagyon komoly immunfaktor teszel még hozzá. Köszönöm a figyelmedet, és figyeld továbbra is a videómat! Szia, minden jót, jó egészséget kívánok!